A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét. Az adventi időszakban ünnepi beszélgetésekkel jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Stúdiónk vendége Spányi Antal megyéspüspök. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, így már hagyományosan. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm ebben a szent időben a televízió nézőit. Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor be kell, hogy valljam, hogy ma reggel azzal indítottam a napomat, hogy felnyitottam a Bibliámat otthon, és kíváncsi voltam, hogy mi lesz az az ige, ami először megtalál majd. Ez pedig a Zsoltárok könyvéből volt, a 145. ige szakasz 18. részénél. Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált mindenkihez, aki tiszta szívből hívja. Ez azt hiszem, hogy talán nagyon-nagyon aktuális üzenet a mai napra. Én is úgy gondolom, hogy ez egy igazi adventi üzenet. Az Úr közeleg, az Úr az, aki szól hozzánk, ő kiált az ember után, nekünk az a dolgunk, feladatunk, és az az esélyünk, a lehetőségünk, hogy az Úr hangjára figyeljünk, és amit fölfogtunk az ő tanításából, üzenetéből, azt próbáljuk meg az életünkben megvalósítani. Az idei advent az egy talán túlságosan rövid volt, mondhatjuk ezt, hiszen december 24-én a mai napon volt az utolsó adventi gyertyának a meggyújtása, és ugye ma lesz Szentestve is. Ez kicsit talán ezt a pörgős világot is szimbolizálja. Hát igen, a világ sajnos pörög, a liturgikus idő pedig úgy folyik, ahogy folyik. Nekünk is szokatlan és furcsa az, hogy az adventi idő rövid, a készületi idő lerövidült, összesűrűsödött, és ebbe az összesűrűsödött idő keretbe ebben kell nekünk megtalálnunk mindennek a helyét, a lelki készületnek is, és természetesen mindannak a készületnek, amely minden családi otthonban jelen van, az ünnepi készülethez, ami hozzátartozik. De azért én bízom benne, hogy úgy a lelki készület, mint a családi ünnepnek, az együttlétnek a készülete is szépen időre minden elrendeződött és elkészült. Ugye ezt szolgálja talán a püspöki udvarán található adventi kis udvar, adventi kis vásár is. Mi volt az idei advent legemlékezetesebb pillanat a püspök atya számára? Sok ilyen emlékezetes pillanat volt. Ezzel az adventi udvarral, adventi vásárral valójában szeretnénk kedveskedni az embereknek. Egy olyan lehetőséget kínálunk, amelyet más nem tud megadni, mert ezek a lehetőségek, adottságok ott nálunk vannak meg. A meghitt zárt tér, annak a exkluzivitása, hogy oda viszonylag azért mégsem mindig mennek be az emberek, annak a hangulata, a fények, a világosság, a meghittsége, az mind egy különleges adottság. Szerettük volna persze, hogyha ezen keresztül az egyházról is kapnak egy benyomást az emberek, megértik azt, hogy az egyház nyit feléjük, az egyház kész őket befogadni, kész velük párbeszédet folytatni. Nagyon emlékezetesek voltak, amikor bejött egy pár az udvarba, akik hát szemmel láthatólag nem nagyon voltak templomos emberek, és amikor beléptek, hú, hát ez nagyon szép. Hagyta el az ajkukat, egy ilyen ösztönös meglepetés szerűen kifakadt a szívükből, hogy ez nagyon szép. De ugyanilyen öröm volt, amikor szülők behoztak a kisgyereket, és a gyerek, amikor belépett az udvarba, kitépte magát a szülők kezéből, és rohant sikongatva a játék sarokban, mert hogy hát itt kisvasút, meg szarvas, meg én nem tudom, mi minden van, és hát az önnek egy gyönyörűség volt, és hát persze a szülőknek is. Azt hiszem, hogy ez az udvar elérte a célját, nagyon sokan jöttek be, nagyon-nagyon sokan voltak a látogatók, és egy picit elcsöndesedtek, egy picit megnyugodtak, ráhangolódtak valamire, talán az üzenetből valami szikrányi átment minden szívbe és lélekbe. Karácsonynak talán az öröm ünnepének kellene, hogy legyen.
illetve az öröm ünnepe, de mi is valójában ez az öröm, illetve mennyire nagy kihívás ebben a sérült világban, akár hogyha gondolunk a háborúkra, és úgy egyáltalában a mai világra, ezt az üzenetet átadni, Püspök atya? Nehéz. Nehéz, mert a világ valóban sérült, és a világ valóban fenyegető. Nem hallunk másokat, nem hallunk másféle híreket, mint hogy háború, fenyegetés, gyilkosság, terrorcselekmény, kaosz, zűrzavarkeltés, eszmékben, szívekben, életekben, a világban magában. És akkor jön az egyház, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta oda érte. És az emberek nem értik, hogyan lehet ez. Ahhoz, hogy igazán karácsony üzenetét képesek legyünk megérteni, és be tudjuk fogadni a szívünkbe, ahhoz szükség van arra, hogy tudjunk egy picit hátra lépni ettől a világtól. Egy picit, ha úgy tetszik, emelkedettebben nézni rá, hogy a világ lehet, hogy nem ért meg bennünket, de mi próbáljuk megérteni az Istent, és ő a végső valóság. Ő fog majd ebben a világban rendet rakni, ő fogja a mi szívünket elcsöndesíteni, és ő fogja azokat a sebeket is, amelyeket akár bűneink, akár a világ okozott bennünk, ezeket meggyógyítani. Tehát Isten elhozta számunkra a gyermek Jézusban a reményt és a szeretetet, azt, ami a legfontosabb ebben az életben. Meg talán világosságot, ami mindig felülkerekedik a sötétséget. És világosságot. Ez különösen nagyon szép szimbólum, hogy karácsonyig, 21-éig, hát karácsonyig rövidülnek a napok, egyre nő a sötétség, de attól kezdve nő a világosság. Még először nem nagyon vesszük ezt észre, de tudjuk, és ez már akkor is vigasztaló, akkor is bátorító és fölemelő valóság. A karácsony talán egy olyan pillanat, aminek nem egy estére kéne, hogy korlátozódjon. Mit tehetünk mi azért, hogy egy kicsit ez így kitolódjon, vagy akár az egész évre megmaradjon? Sőt, az egész életre. Minden rendes kapcsolat nem egy-egy pillanatra korlátozódik. Ha egy szerelem, azt gondolom, hogy a megismerkedésük évfordulójára korlátozódik, az el fog halni. Annak valójában minden pillanatban újra kell születni, én azt hiszem, újra kell éledni. A jegyeseknek, hogyha van módom tanítani őket, készíteni a házasságra, akkor azt szoktam mondani, hogy arra törekedjenek, hogy minden nap jobban szeressék a párjukat, mint előző nap szerették. Persze tudom, hogy ez nagyon nehéz dolog, és nem lehet ezt így méricskélni, de egy tiszta szándékként ez ott élet az ember szívébe. A hívő embernek Isten felé is így kell közeledni, hogy szeressük az Istent, és minden nap jobban szeressük az Istent, hogy legyen bennünk csönd, és a csöndben halljuk meg az Isten szavát. Az Isten szól az emberhez, csak hogyha tele vagyok ricsajjal, tele vagyok mindenféle elektronikus zajjal, smoggal, akkor nem fogom meghallani az ő tiszta szavát. Hogy meghalljam, megismerjem, ott valahogyan csöndre is kell törekedni. Én úgy gondolom, hogy ez a csönd nagyon fontos az embernek, ebben a helyére kerülnek a dolgok, letisztázódnak a dolgok, eldől, hogy miért érdemes haragudni, ha egyáltalán érdemes haragudni, hogyan kell megbékélni, hogyan kell újra kezdeni. Én naponta imádkozom a családokért, persze, elsősorban a magyar családokért, és azt kérem, hogy tudjanak újra kezdeni. Mert persze, hogy van nehézség minden családban, minden életben, de tudjanak újra kezdeni. Ne múljék el a nap felettük úgy, hogy tüske van bennük, hogy neheztelés van bennük. Isten felé is úgy gondolom, hogy kell, hogy ebben a csöndben Istennek kimondjuk, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben is, és Istentől bocsánatot kérjek, hogyha valamit elrontottam a napomba, hálát adjak neki, ha valami jót sikerült tenni, egyáltalán kérjem az ő szeretetét, erejét, kegyelmét a mindennapjainkra. Ha ezt meg tudjuk tenni, azt hiszem, hogy közel kerülünk ahhoz, hogy az egész életünk karácsonyban teljen, Istennel való találkozásban teljen el. Nyilván ebben megvan a feladata és felelőssége az egyénnek, a családnak és az egyháznak is, de mik ezek a sarokpontok?
az egyénnek az a feladata, azt hiszem, hogy legyen képes oda áldozni az idejéből valamennyit, arra, hogy csöndben legyen. Hát olyan érdekes, hogy kevés időt töltünk csöndbe. Ha az ember visszagondol, talán a rádió ébreszt föl bennünket, aztán bekapcsoljuk a televíziót, aztán rohanunk és nézzük a telefonba a telókat, és tele van az életünk, amíg el nem dőlünk, és talán a televízió kikapcsolja önmagát majd helyettünk, mert mi már belealudtunk. Ez nem jó így. Nekünk kell találnunk csöndet, ez az egyén felelőssége. Ha van csöndünk, akkor van belső életünk, akkor tudunk igazán magunkra találni, akkor a saját életünket tudjuk élni. Egy családnak én úgy gondolom, hogy nagyon jó volna, hogyha a családok találnának időt arra, hogy együtt legyenek. Olyan furcsa nekem, hogy a gyerekszobába játék közben tömi magába a vacsorát, a feleség talán a konyhában már evett valamit, a férj megjön a foci meccs nézése közben, ne zavarjatok, most majdnem gól lett, és akkor ott teszik. Ez nem családi élet. Tehát, hogy egymásra időt szánni, együtt lenni, örülni az együtt töltött időnek, annak örömét és boldogságát megtalálni. Tudom, hogy nem könnyű és nehéz dolog ez, de megéri a fáradtság, hogyha egy család fontos a családnak, magának. És az egyháznak a dolga, hogy próbálja meg az embereknek ezt a belső életét erősíteni. Rámutatni az Istenre, megpróbálni közel hozni az Istent az élethez, a mindennapjainkhoz, erről beszélni, erről tanítani, de inkább tanúságot tenni, hogy hogyan tudunk az Istennel együtt lenni, és ebben a közösségben, önmagammal, családdal, egyházzal, ebben születik valami új, valami szép, valami tartalmas, amiben igazán önmagunk tudunk lenni. Nem más mondja meg, hogy milyennek kell lenni, nem más határozza meg, hogy minek kell örülni, minek kell bólogatni, hanem én a saját lelkemben megtapasztalom egymás szeretetében és az Isten tanításában. Meg talán az is probléma, hogy amit Püspök atya is említett, ebben a felgyorsult világban egy ilyen instant képet kínál nekünk a virtuális valóság, miközben ott van az, hogy minőségi időt tölthetnénk együtt, és amit Isten kínál, az egy valóságos szeretet, igen, nem egy képzelt, leképezett dolog. A világ az megpróbál bennünket egy olyan világba elvinni, ami valójában nem is létezik. Olyan érdekes látni a gyerekeket, hogy milyen az ő világuk, és hát látni sokszor a felnőttek világát is, mintha nem a saját életüket élnék. És egyszer csak rádöbbennek, hogy elmúlt az élet, és nem is éltem tulajdonképpen. Csak az idő ment el fölöttem. Nem szabadna ezt engedni. Az élet sokkal szentebb, sokkal drágább és fontosabb dolog annál, mint hogy így elvesztegessük, és a kezünket kitárva a vizet kiengedjük kifolyni a kezünkből. Nem szabad hagyni. Beszélgetésünk elején már érintőlegesen szót ejtettünk a háborúról, de a Katolikus Caritas elnökeként ebben az időszakban milyen fontos feladatai vannak egy ilyen meghatározó segélyszervezetnek? A Katolikus Caritasnak, mint minden hozzánk hasonló segélyszervezetnek, kétféle feladata van. Az egyik az itthon működik, és ez egy nagyon kedves, önkéntes közösségnek a tevékenysége, akik ilyenkor fölkeresik a magányosokat, a rászorulókat, valami kedvességgel, valami szeretettel. Persze megteszik ezt nem csak karácsonykor, hanem a magányban próbálnak hetente ajtót nyitni, hogy legyen valaki, aki emberi módon tud a magányoshoz, a beteghez hozzászólni. A másik nagyon fontos rész az egy professzionális munka, amelyben a rászorulók támogatása zajlik. Részben azoknak a támogatása, akik átjöttek és Magyarországon keresik, akár átmenetileg, akár hosszabb időre berendezkedve az életüknek a biztonságát és folyását. A másik rész, hogy akik otthon maradtak, azokat kell segíteni, mert sokszor a legelemibb dolgokban is hiányt szenvednek. Megrendítő, hogy nem tudnak fűteni, mert nincsen kályhájuk,
hogy az minimális élelmiszer, a legalább élelmiszercikkek hiányoznak. Ezeket próbáljuk odavinni, és próbálunk ezzel segíteni, hogy vagy van áram, vagy nincs áram, hogy agregátorokat próbálunk odavinni, hogy tudjanak magukon segíteni. Nyilván talán nem is annyira az egyes emberek, hanem kórházak, intézmények, ahol lényeges, hogy legyen valamiféle fény és világosság. Nagyon fontos ebben az időben is az, hogy a katolikus orvosmisszió kimegy és Kárpátalján, de általában mindig a határon túli magyar területeket keresi meg, nem csak a magyarokat megvizsgálja, mindazokat, akik ezt kérik tőle, mert sokszor egyszerűek az emberek, a magyar nem tudja megérteni esetleg az ukrán orvos szavát, akinek akkor is ukránul kell szólni a magyarhoz, hogyha ő is magyar, és a magyar nem tudja elmondani ukránul úgy a baját, hogy azt az orvos biztosan egyértelműen értse. Szóval fontos ez a segítség, és nagy-nagy élmények vannak, amikor ezek az orvosok, orvosmissziósok valakinek tudnak segíteni. Nagy élmény volt nekem, amikor egy gyerekről azt mondták, hogy hát ez nem lát, kapott egy szemüveget és fölkiáltott, hogy látok, mint egy bibliai történet, hogy a vakot a Jézus meggyógyította és lát, ez a kisfiú, hát nem volt szemüveg, nem volt, aki megvizsgálja, nem volt, aki fölírja, nem volt ott kiváltság, és most megkapta, látok, kiáltott föl. Szóval nagyon fontos ez a tevékenység, és nagyon köszönöm mindazoknak a munkáját, akik adományaikkal ezt a munkát támogatják, mert nagyon fontos, hogy minél több dolgot tudjunk biztosítani nekik, hogy ne ínségben töltsék a napjukat, úgyis annyi szenvedés van az életükbe, hanem legyen egy kis békesség, legyen egy kis biztonság, érezzék, hogy van, aki törődik velük, van, aki gondol rájuk. Ez talán azért is különösen fontos, hiszen pont Kárpátalján ugye ezt az időszakot is számos család szétszakítva tölti, hiszen van, ahol az apát a frontra vitték el, van, aki elmenekült ezelől, és mondjuk igen, nyugatról próbálja segíteni a családját, de a lényeg az, hogy ők most szétszakítva karácsonyoznak. Ez egy nagyon nehéz és fájdalmas állapot. Látjuk naponta a televízióban, hogy menekülnek az emberek, mert hát nincs értelme ennek a háborúnak. Már réges-régen abba kellett volna hagyni, réges-régen azt kellett volna mondani, hogy a fegyvereknek el kell hallgatni, a gyerekeket szét kell választani, a civakodnak, utána rendet lehet tenni, megállapítjuk, ki hibázott, ki kér bocsánatot, kitől, de legyen vége a háborúnak, legyen vége a pusztításnak, a gyilkosságnak, gyilkolásnak, és éljenek a családok úgy, ahogy tudnak élni szeretetben és békességben. Ez nagyon fontos és sürgető feladata a világnak. Meg talán az is, hogy a saját hitük szerint élhessenek, hiszen mondjuk, hogyha Izrael és a Hamász konfliktusára igen, gondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy ott nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a keresztények, meg úgy általában a keresztény vallás talán az egyik, sőt nem talán, hanem az egyik legüldözöttebb vallás a világon. Valóban így van, fájdalmas az a élet, amit a Szentföldön a keresztényeknek élni kell. A Jeruzsálemi Szentsír lovagrendnek az a küldetése, hogy az ott élő keresztényeket próbálja megsegíteni. Mi is ennek tagjai vagyunk, néhányan Magyarországról is, és próbáljuk adományokkal segíteni őket, látogatásokkal is, amelyek szintén fontosak, az ő biztonságukat valahogyan erősíti. De úgy van, ahogy tetszik mondani, hogy a kereszténység a legüldözöttebb közösség a világon, vallási közösség, de mindenféle közösséget beleértve. Még mindig vannak Indiában olyan keresztények, akiket bezavartak a dzsungelbe, vadállatok közé, hogy akkor jöhetnek ki, hogyha hajlandók áldozni a pogány bálványoknak. És ott élnek több mint 10 éve már nyomorúságba, szegénységbe, kiszolgáltatottságba, de őrzik a hitüket. Szinte naponta találkozom hírekkel, különböző hírforrásokat nézve, ahol halljuk, hogy meggyilkoltak. Most pár napja olvastam egy szalézi papot, 81 éves volt, fiatalokkal foglalkozott Afrika belsejébe. Egyszer csak valaki úgy gondolta, hogy ugyan 60 éve itt él közöttünk, és az egész életét
az ott élő benszülötteknek, az ott élő népnek a fölemelésére szentelte, de most vágjuk el a torkát, öljük meg, és akkor megölték. Valóban naponta van gyilkosság, naponta van kereszténységet támadó megnyilatkozás, de nem csak ezeken a távoli világokban, hanem amikor nem lehet kimondani a karácsonyfa szót, hanem a fényfáját kell ünnepelni valahol, akkor azt gondolom, hogy valami abnormális gondolkodás kezd beférkőzni az emberek tudatába, az emberek szívébe, és remélem, hogy lesz arra erőnk, hogy ezt kivessük onnan, ne engedjük belegyökeresedni a mi valónkba. Igen, hiszen talán Isten terve is az, hogy ez mind erőt adjon a saját hitünkben megerősödni. A hit az egy erőforrás. Akiben a hit erős, az el tudja viselni a szenvedéseket, az tud reménnyel a jövőbe nézni, az képes újrakezdeni, az tud megújulni a szeretetben, és ebben a szeretetben való élet gazdagságában és örömében tudja élni a mindennapjait. Ugye hagyományosan mindig december 24-én láthatják a televízió nézők ezt a beszélgetést. Püspök atya, milyen üzenettel készül a szentmisére? A karácsonyt igazából nem mi csináljuk magunknak, hanem a Jóisten adja nekünk. Olyan szép, hogy kezdetektől fogva az Isten jön az ember felé. Az ősbűnnél, a paradicsomban, ahol Ádám és Éva bűnbe esett, ott ígéri meg az Isten, hogy majd eljön. És az emberek várják, a proféták ezt hirdetik, várják a hívő népek, Izrael népe, és azt mondják, hogy legalább utódaimban hadd lássam meg a messiást majd. És akkor eljön karácsonykor a gyermek Jézus. Nem fogadtuk be, barlangistálóba született, nyomorúságban, menekülni kell az élete, egy szegény élet, munkás élet, aztán egy szenvedéssel teli élet, ott végzi a bitófán, a keresztre feszítésben, és aztán föltámad. És itt van velünk. Ezt az Istent kell nekünk megtalálni, és hogyha mi rátalálunk, és megsejtjük az Isten örök szeretetét, amelyel keres bennünket, nem csak a szenteket, nem csak a hibátlanokat, hanem mindenkit, nem csak a vallásosokat és a templomba menőket, hanem minden embert keres. Ha ezt egy parányit megsejtjük, akkor a karácsony titkából valamit megértettünk, és ez a magunk életét teszi gazdagabbá és szebbé. Én nagyon kívánom, hogy ez legyen minden emberi szívnek gazdagsága és öröme karácsonykor. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és az idei esztendőben, és azt hiszem, hogy nagyon tartalmas gondolatok merültek fel ebben a beszélgetésben. Nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig öröm itt lenni és így beszélgetni, nem csak egymással, hanem talán a város lakóival, a televízió nézőivel. Én kívánok mindenkinek áldott, kegyelemteljes, boldog karácsonyt és békés új esztendőt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Ezt a beszélgetést visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Éjfélkor pedig a Szentmisét élőben közvetítjük itt a Fehérvár Televízióban. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.